A Kovács Mihály általános iskola végzősei is búcsút vettek az alma mátertől. A ballagó diákok először az iskolától, a termektől vettek búcsút, majd az udvaron szüleik átadhatták számukra a virágokat és az ajándékokat. A ballagók nevében Kerekes József Lajos 8. B-osztályos tanuló búcsúzott. 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez az idő. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. Persze ez a hatás az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és társaik nevében, tanárainknak, szüleinknek, ezért a sok türelemért, segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás, tisztítelentlenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg az emlékezetünkben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csínytevéseinkre emlékezzenek. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban a hetedikesektől. Ők, amikor átveszik iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondolnak, hogy végre milyen jó, hiszen ők lesznek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz, és higgyék el, gyorsan elrepül. Ahogy a mi számunkra is elrepült ez az év. Utoljára a szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, az felsorolni lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Marie Curie idézetével zárom a gondolataimat. Innünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. A diákokat képviselve Baláti Boglárka, 7. B-osztályos tanuló köszönt el végzős diáktársaiktól. Tudom, hogy most évetekben rengeteg érzelem kavarok, köztük a bánat és az öröm is. Így vagyunk ezzel mi is. Bármilyen furcsán hangzik is, egyrészt boldogan engedünk el titeket, hiszen az eszünk tudja, hogy az iskolától való búcsú a fejlődésnek, az életrendjéhez tartozó változásnak a velejárója. Másrészt viszont lelkünk fáj is kicsit, mert ettől a pillanattól kezdve az eddig az iskolákban megért közös élmények fokozatosan az egyre távolodó út részévé válnak. Emlékeztek még mennyi örömet és olykor felfájást okoztatok tanáraitoknak? És most könnyes szemmel, de mégis büszkeséggel telve búcsúznak ők is tőletek, hiszen büszkék rátok. Ők itt maradnak velünk, ti pedig akarva, akaratlanul hordozni fogtok magatokban számtalan emléket, ami hozzájuk kötődik. Lehet ez egy biztató mosoly, egy elismerő vagy együttérző mondat, de az is lehet, hogy ez az emlék egy összeráncolt homlok, egy dorgáló szó, ami éppen jókor hangzott el ahhoz, hogy jó útra térítsen titeket. Ne felejtsétek el egymás sem azt, hogy jóban, rosszban együtt voltatok. A nevelőtestület nevében a 8. B-osztály osztályfőnöke, Jobbágyné Ungvári Sára tanárnő szólt a ballagókhoz. Valójában még nem érzékelitek igazán, hogy ez a ballagás az általános iskolai életetek utolsó pillanatai. Legfőképpen a nyári szünőtőt vártátok igazán, amikor egymás között a várt ballagásról beszélgettetek. Mára visszavonhatatlanul vége az általános iskolai éveiteknek. Ezen a napon benneteket ünnepelnek. Virágköntösbe öltözött az iskola, az itt tanuló gyerekek kezei nyomán, az osztályok táblái teleírt jó tanácsok vártak benneteket. Osztálytermetek padjain az elbocsájtó tarisznya ma a ti vállalatotokra került. Felsorakoztatok a folyosón,
Majd felhangzott a jel, a dal, és elindultatok a ballagok menetében a többiekkel. Diáktársaitok kíváncsi, de meghatódott arccal búcsúztak tőletek. Tanáraitok arca is, mintha más lett volna most. Ma utoljára szólt nektek iskolán csengője, utoljára jártátok végig a termeket, ahol az öröm és a bánat perceit éltétek át több éven keresztül. Ti vagytok az elsők, akik az új, szép iskolai falai között hallakadtatok. Tarisznyátokban 8 évi tanulás, szorgalom, vidámság, néhol rosszaság és keserűség lapul meg. Mintha tegnap lett volna, hogy először léptétek át az iskola kapuját, anya kezét szorítva. Eleinte félénken és visszafogottan, később megszokva az iskolát, leraktátok tudásotok alapjait, megtanultatok írni, olvasni, számolni, tanítóitok nagy szeretete és sok türelme mellett. Hagyományaikhoz híven elismeréseket, jutalmat kaptak a 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. Az elismeréseket Plósz Csilla Margit intézményvezető, az okleveleket Karas Elvira tagintézményvezető adta át. Díszoklevelet vehettek át azok a tanulók, akik 8 éven át kitűnő, jeles tanulmányi eredményt értek el. Sike Ákos és Lakatos Dávid 8-á, Kerekes József Lajos és Lukács Titanilla Jázmin, Sike Kristóf, Vanka Attila a 8. B-ből. Sportmunkáért oklevélben részesült a 8-ából, Cinka Milán, Rézművesz Zoltán, Turai Gergő, a 8. B-ből Ábri Márkó, Bakó Alex, Kis Zsolt, Tasi Tamás Gábor. Szakköri munkáért oklevélben részesült a 8. A osztályból Gebei Erik, Papp Petra, Tóth Boglárka, a 8. B-ből Bánhegyesi Mária, Panyi Karanka, Szikszai Hajnalka. Közösségi munkájukért oklevélben részesült a 8-ából Bene Viktória, Füleki Gabriella és Nagy Dorina, a 8. B-ből Kovács Zsófia, Lukács László és Szabó Anna. A 8-ás osztály osztályfőnöke Bacsó Andrea tanárnő jelképesen az alábbi gondolatokkal bocsájtotta útjukra a végzős diákokat. Mindig legyen előtted út, fújjon a szél a hátad mögül, arcodat melegen süsse a nap, földedet öntözze lágy eső, és mindaddig, amíg nem találkozunk, hordozzon az Isten a tenyerén.